Metamask feltelepítése, illetve alapjai. Ha teljesen kezdő vagy a kriptó világban, illetve a decentralizált világban, akkor ez a videó neked fog szólni, ugyanis ebben a videóban a Metamask feltelepítésével és használatával fogunk foglalkozni. A Metamask tárca a legeltérettebb decentralizált tárca a kriptovaluták világában. Decentralizáltság azt jelenti, hogy a benne tárolt privát kulcsokat, amihez, amik szükségesek a kriptovalutáidhoz, azokat nem központi tőzsdén tartod, hanem magadnál tartod, te rendelkezel velük, ott vannak a gépeden. Ez azt jelenti, hogy ha el akarod érni a kriptovalutát, például ki akarod küldeni másnak, akkor nem vagy kitéve a tőzsdének. Nem a tőzsde rendelkezik kényekedve szerint a te értékeiddel, vagyonoddal, kriptovalutáiddal, hanem kizárólag te. Ezért fontos, hogy tisztában légy a tárca előnyeivel és veszélyeivel is. A másik oka, hogy miért használjunk inkább decentralizált tárcát, lásd Metamask, azért mert a Web3 applikációk, mint például az sdbn token megvásárlása a szükséges applikáció is kizárólag a decentralizált tárccal működik, jelen esetben a Metamask-kal. És hát miért jobb a saját tárca, nem jó a tőzsde? Hát nekünk nem jó a tőzsde, saját tárcát szeretnénk, mert ahogy említettem Web3 applikáció is azra működik, a másik pedig, hogy a tőzsdebe beutalt pénzzel nem te rendelkezel már, Aláírsz egy szerződést a regisztrációkor, és onnantól kezdve már nem a te pénzed. Ez kb. olyan, mint hogyha kölcsönadnád a szomszédnak a pénzedet, és onnantól kezdve az a pénz abban az esetben már az övé. Továbbá a tőzsdéket fel is törhetik, elophatják a pénzedet, és pénzügyi problémáik is lehetnek, például összeomlanak. A Metabas használatával már egy fokkal nagyobb biztonságban tudhatjuk a pénzünket. Mire számítasz tőlem? Ebben a videóban megmutatom, hogyan telepítsd fel a metamaskot biztonságos forrásból letöltve, hiszen rengeteg a csaló oldal is, és nem szeretném, hogy találkozz belük, elveszítsd a vagyonodat. A metamaskot feltelepítjük, majd létrehozzuk a 12 szavas titkos jelszót, és a végén adok egy pár nagyon hasznos biztonsági tippet, amit kötelezően be kell tartanod ahhoz, hogy ne veszítsd el a pénzedet. A metamask tárca egy böngésző alá telepíthető bővítmény, nagyon figyelj oda, hogy honnan töltöd le, mert a Google találatisták tele vannak csaló oldalakkal. Az Install Metamask for Chrome gombra nyomj rá, hogy amennyiben ugye Chrome böngésződ van, Brave böngésződ működik, firefox is működik ez a Metamask, nyomjunk, nyom rá. Ekkor egy újabb blokk előjön. Chrome webszorba kell lenned, hogyha mindent jól csináltál. Add to Chrome gombra nyomj rá, neked itt lehet, hogy más lesz, majd felajánló, hogy adja hozzá a böngészőhöz a kiterjesztést, igen, adja hozzá. Majd egy harmadik ablak is megjelenik. Itt fogod előkészíteni magát a metamaszkot a használatra. Nyomjunk rá a Get Started gombra. Nem, most nem szeretnénk segíteni a továbbfejlesztésben. Két lehetőség nyílik meg. Az egyik, ha már lenne előzetesen létrehozott tárcád, akkor ide tudnád importálni, de most nekünk a második opció kell, vagyis készítsünk egy új valetet, tehát a második gombra nyomok, ide ír be egy legalább 8 karakter hosszú jelszót, kétszer is, meg kell ismételni, ez a jelszó arra fog kelleni, hogy fizikailag le tudod jelszavazni, illetve zárni magát a metamaskot. tehát hogyha valaki a gépethez settenkedne, és le van zárva a metamaszk, ő nem fog tudni hozzáférni a kriptovalutáidhoz, illetve a privát kulcsaithoz ezáltal egy fizikai védelmet nyújt ez a lehetőség. Beírok egy 8 karakteres jelszót, beírtam a saját jelszavamat, itt beklikkelem azt, hogy igen, elfogadom a felhasználási feltételeket, majd a Create gombra nyomok. Secure Wallet, Ez azt jelenti, hogy biztonságosak kell tennünk a tárcánkat, mert az előzőleg megadott jelszó az még nem nagy biztonságot nyújt. Nyomjunk a Next gombra. Következő lépés, létrehozni egy 12 szavas titkos jelszót. Ez lesz a Secret Recovery Phrase. Ez a titkos helyreállítási szóláncnak vehetjük lényegében. Nyomjunk ide rá a kis lakatra. Ekkor legyen 12 darab angol nyelvi szót, amit nekünk fel kell írni, lehetőség szerint a gépre, mert hogyha a gépünket feltörik, akkor ezt is megkaparinthatják. Érdemes papírra felírni ezeket, vagy fejbe megjegyezni, bár a papír az talán biztonságosabb, és azt a papírt majd eltenni máshova, nagyon biztonságos helyre, mert ezzel a 12 szó tudatába tudjuk bárhol, bármilyen gépen visszaállítani az esetlegesen elveszett Metamask tárcánkat és a benne lévő értékeinket. Én ezt most kimásolom jegyzettömbe, de neked ugye nem jegyzettömbe kell digitálisan, hanem papíron tárolni. Majd nyomunk a Next gombra egyet, és itt a megfelelő sorrendbe kéri, hogy adjuk be neki ezeket a szavakat, amit az előzőleg felírtunk, ez egy visszaellenőrzés, hogy jól írtuk-e fel, jó sorrendbe írtuk-e fel a 12 szavas listánkat. Jó, én elvégeztem, valószínűleg ideig még ez alatt te is elvégezted a visszaellenőrzést, confirm nyomok, és kész a tárcánk, a metamask tárcánk, Oldán gombra rányomok, és már is megjelent a metamask tárcán, egy darab számlával, itt, és pár biztonsági tanács, amit nagyon ajánlom, hogy tarts be. Először is, hogyha a tárcát nem használod már, akkor nem hagyjuk így, érdemes lelokkolni, ami azt jelenti, hogy ide klikkelek, bent a jobb felső sarokba a lock ranyomok. nyomok. Akkor az történik, hogy maga a MetaMask lezárult, senki nem tud vele semmilyen műveletet végezni, kizárólag a legelső lépésben megadott jelszó megadása után tudsz hozzáférni, és íme. Következő jó tanácsos, hogy a 12 darab megadott jelszó láncot az semmilyen körülmények között senkinek se ad kölcsön. Ne vidd fel a számítógépre. Ha kéri bárki is ezt a 12 szavas jelszót, akkor az valószínűleg téged meg akar lopni, ki akar fosztani. Soha semmilyen körülmények között ne add oda. Még egy tip, hasznos tip, hogyha elfelejtenéd lezárni a metamaskot, van rá lehetőség, hogy ez automatikusan bizonyos idő eltettével lokkolódjon. Itt jobb felső sarokban, settings alatt, majd az advanced részen, ha legörgetsz teljesen a legaljára, akkor van egy ilyen funkció, hogy autolock timer, tehát percben megadod, hogy beírjuk azt, hogy 5 perc múlva lokkoljon le, a metamask automatikusan rányok a szévre, majd ezek után, amennyiben nincs interakció vele, tehát nem használod, nem klikkelsz rá, 5 perc múlva lokkolódni fog automatikusan. A sorozat következő részében azt fogom elmutatni, hogy érheted el egy hardware tárca és a Metamask közös használatával a legnagyobb biztonsági szintet.